Már az utómunkálatai zajlanak a csillagjárónak. Ezek a képek Kisvárdán, Tiszavasváriban, Mátészalkán és Vásárosnaményban készültek. A helyi színháztermekbe költözött stábunk, hogy ottani közönség előtt rögzítsük a legújabb nagyszabású műsorunkat. Hamarosan a televízió nézők is láthatják mindazokat a beszélgetéseket és produkciókat, amit a felvételen a résztvevők. A Kölcsei Televízió életében nem egy újdonság volt az, hogy egy ekkora produkciót készít a csatorna, hiszen a korábbi években volt már tapasztalata, de annak a stábnak, akik most itt dolgoznak, ez egy igazán nagy feladat volt, egy nagy falat is volt, de megugrottuk ezt a lécet. A helyi televíziók nem igen szoktak ilyen műsorokat gyártani. A napi munkán túl ez egy óriási erőfeszítés, rendkívül jól sikerültek a felvételek egyébként, ezt a nézők is hamarosan láthatják majd. Óriási csapatmunka volt, és hát rengeteg előkészületet igényel egy ilyen produkció, de úgy gondolom, és remélem majd a nézők is igazolják ezt a gondolatomat, hogy igazán jól sikerültek ezek a beszélgetések. A beszélgetésekből az apró titkokon kívül az is kiderült, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni, ahol jó felnőni, ami olyan munícióval látja el az embert, hogy karriert építhet belőle, és a későbbiekben is szívesen gondol a szülőföldjére. Többek között Eszenyi Enikő, Luther Imre, Szirota Jennifer, Bárány Kristóf a Four for Dance-ből, vagy éppen DJ Szatmári és Szakos Andi is vendégeink voltak. A Kölcsei Televízió vadonatúj talkshowjából, a Csillagjáróból hamarosan kiderül, hogy Ragány Misa az ekkora töltött káposztát szereti, és Szűcs Kriszta nem csak színésznő, de kiváló paradicsom termesztő is. Nagy Viktória, az ország egyik legismertebb látvány és díszlettervezője már is venni a repülőjegyet Milánóba, hogy ott a Scalában tervezzen díszletet, és megtudhatják azt is, hogy Nagy Sanyi, aki egyébként a kisvárdaiak szerint a mi Sanyink, nagyon szeret porszívózni, és egy időben kiválóan rotációs kapázott is. A műsorokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázatának keretében készítettük. A most elkészült 4 részt a terveik szerint jövőre további részek követnek. Emellett készül augusztusban egy 20 megyei település részvételével zajló, hagyományőrző tréfás vetélkedő, ahol megyei kis települések mérhetik össze tudásokat ügyességi és műveltségi versenyszámokban is.